Üdv újra mindenkinek, folytatjuk a szkítákkal kapcsolatos érdekesebb források ismertetését. Ugye ezek mind görög források. De a Réjós elleni királyokról van említés. Ezeket a királyokat pedig a következő szkíta típusú nép, vagy szkíjai pekadták. A taurok, az agatűrszök, a neurok, az emberfalók, a fekete a gélónok, a budinok és a szauromaták. Na most Herodotus elmondja, hogy mik jellemzik a -e -e népeket, vagy törzszövetségeket. A taurokat, például az ember áldozat, a szűznek, ifigeniának áldoznak, hajótörötteket, hatásértőket, és ugye a legyőzött ellenséget egyaránt, a templomuk érdekessége, hogy egy sziklán épült. És innen taszítják le a szerencsétleneket, megfosztva a fejüktől. Az agatűrszökről leírják, hogy ők elpuhultak a többi szkétához képest, aranyos köpenyben járnak, aranyos ruházatuk van, és ilyen kommunákban élnek közösen megosztva a nőket, hogy egymásnak ők mindannyian rokonai legyenek, mint egy nagy család. Ja, nagyon akarom idehozni a Rothschild hasonlatot, de hát ugye ők is ugye egymással házasodnak, hogy a vagyon megmaradjon. Nagyjából én ezt olvastam ki ezekből a információkból. Aztán vannak a neurók, akikről azt tartották a hiedelmek, hogy egy évben egyszer farkassá változnak, amelyet Hérodotosz megjegyez, hogy nem hisz el. Tehát ő úgy közli a forrásokat egyébként, hogy kommentálja, hogy ő mi az, amit ebből elhisz, mi az, amit nem hiszel. Aztán vannak az úgynevezett emberfalók, vagyis androfágok, akikről megjegyző, hogy eltérő nyelven beszélnek, és ez az egyedüli szkétiai nép, amely emberhússal is él. Aztán vannak a melánklánek, a fekete köpenyűek. róluk csak annyit említ itt, hogy teljesen fekete ruházatban járnak. Vannak az érdekes nevű budinok, akik kékszeműek és vörösbőrűek, fa városokban élnek, a templomjuk is fából van, a lakóépületeik is fából, és ők együtt élnek a gélónokkal, akik eredetileg görögök, ugye ez a pontoszi görög telep népe lennének, de sokan tévesen a gélónokat is szkítának tartják, és hát ez egy vegyes nyelvű lakosság volt, Bahus ünnepet tartottak, ugye a szöllő és a bor istene volt ő, aki hát nyilvánvalóan a részegséget és a tibornyázást is hitelesítette az ünnepek során. Aztán a szóromaták kapcsán mindig az amazonokat említik meg, hogy ugye nőágról ők amazonok, meg hogy helytelenül beszélik a nyelvet, a nyelvet és az amazonokat a szkíták őor patának nevezik, és ez azért nagyon érdekes, mert itt az őor jelentése az a magyar úr lenne, vagy férfi lenne, a patta pedig a, az ölő, és itt ugye az elpatkol szavunk talán, a meghal szavunk, nyilvánvalóan ez a lóval is összefüggésben van, ugrik be nekem legalábbis. Aztán Skopasis vezér neve van említve, itt meg a kopasz szó van elbújtatva, görögisítve, már hogy ősszeúromata lenne, illetve a királyi szkíták kapcsán Taksa Kis, ugye itt meg a taxony név, és ezt egyik videómban lefordítottam egy szanszkrit nyelven, mit jelent, meg kell keresnetek ez a házi feladat. Idantirs lenne a másik uh, királyi szkíta uralkodó, akit uh, ugye hát a perzsák azzal uh, heccelnek, hogy nem mer velük kiállni, folyton menekül, és ő közli a követtel, hogy valójában ez az élet a szkétáknak, ez nem menekülés, de próbáljátok megkeresni a sírjainkat, és azt földulni, akkor megismeritek a szkéták haragját, Ugye ezt mondja Tirs a, a perzsa követnek, mert hiszen ugye falvaink nincsenek, városaink nincsenek, a házaink, a szekereink, és még megjegyzi, hogy ő a perzsa neki nem ura, az ő ura Jupiter, aki egyben őse is, és Vesta istennő. Aztán Hérodatosznak van egy hetedik könyve, ott megint informál minket a sákokról, ugye a szakákról, akik süveget hordanak, és bő nadrágot. A fegyverzetük az i, a tör és a kétélű balta. mi a kétélű fejsze. És őket valójában ami rgi szkítáknak kell nevezni, mármint a szakákat. Aztán Hipokrátes is informál minket, hogy a szauromaták a meotis e, nál laknak. Ez a meotis ez egy nagyon fontos központja volt a mindenkori a típusú népeknek. A Hunormagor a legenda is ide nyúlik vissza. És hogy itt a kislányokat, a szauromat, kislányokat, az anyjuk ugye ilyen felhevített rézzel a jobb mellénél megcsonkítja, hogy az erő a válba menjen, és ugye félmellőeknek írja le az amazon nőket, akikről megjegyzi, hogy három férfit meg kell ölniük, mielőtt férhez mehetnek, és onnantól fogva ők már csak nagyon nagy vészhelyzetben háborúskodhatnak. Aztán van az ura, megjegyzi még a szarúromaták hogy az uralhegységnél laknak. Ez is érdekes, ugye? Na tudtuk persze, de azért, hogy így még is van, tehát van a Meotis, meg van az Urál, ami szóba jön a Szauromaták királyi szkíták telepedése kapcsán. Aztán Tuci Ditdes lenne a következő uh, kútfő, aki szerint a géták lovasi jászok, a románok tartanak igényt a Dark mútra, múltra, pedig ott azok ugye ugyanilyen a nép, mint a magyar. határos Határosak szkítiával, hasonlóak a fegyvereik. Aztán a szkétákról megjegyzi, hogy Európa népei tehetetlenek a szkéták hadserege ellen. Tehát, hogy megmérkőzzenek velük, hogy birokra keljenek. De még Ázsia népeinek sincsen esélye, hogyha egyesülnek a szkéták. Ez pedig ugye a magyarságnak lenne egyfajta így útmutató, hogy pártoskolás helyett. Ha összefogtak a szkéták, akkor Ázsia urai is voltak, nem csak Európái. Aztán te sziász! a következő forrás. Ő neveket közöl. Zariána, a szákok egyik királynéja. Cidraus a szákok királya. Mermer, a pártusok ura. Aztán Stri, a Glios, a médek királya. Ő egy szakanővel harcolt, de amikor meglátta, hogy nő, akkor elengedte, egy fiatalnak találta. Aztán Amorg király, fogságba esik Kúrás Cyrus által, és az ő neje Spa Retra hadat toboroz. 500 ezer fő, 300 ezer férfiból, 200 ezer Amazonból, ugyanis a szakátnál is harcoltak a nők, és végül ezzel az megerősített sereggel legyőzi a perzsákat, kiszabadítja urát, és még foglyokat is ejt, magasrangú foglyokat. Csak aztán ugye ezek el lesznek majd bocsájtva. És ugye ez a e, Teszias nevű görög útfő további neveket közöl. Például e, itt vannak ilyen érdekes, itt lebukott szerintem, nem tudta az eredeti nevet, és a népnevet beleszőtte és Skitarbesz lesz nála a Skiták királya, és Marsza Géta lenne az ő testvére. Tehát a Marsza Gétát meg a Skitát fonetikusan eltorzítva alkothatta ő meg ezeket a Skita neveket. Tehát ennyit arról, hogy mennyire százszerékosan komolysággal vehetőek a görög kútfők, nyilvánvalóan persze ők is írhattak le helyes információt, de a görögökre jellemző, nem tudtak nevet, egyszerűen kitaláltak, Fonetikailag széttorzították, és ezzel magyarázzák, hogy indoeurópai nép a hát nyilván, hogy mivel a görög nyelv indoeurópai, ami megalkotta ezeket. Tehát szánalmas, nevetséges. Egyébként genetikailag a perzsáktól vannak a legmesszebb a Skíták, és ugye az ilyen tatár baskír csúvas, tehát ez a, a Káma-Volga e, urál vidéki, ám de nyelvileg ma török nyelvű e, népek, akiknek persze a legtöbb a Szkítától kezdve a hunokon át különböző türk népeken mellett ugye helybéli, volga, volgafin lakosság is benne van, tehát ezekre hasonlítanak a genetikailag a szkíták leginkább, legalábbis az archeo Jó, egy kis kitörő intőremedző után folytatjuk. Krisztus 5. 4. századi forrásunk van még. Iszok tesz, nem szokra tesz, hanem iszok tesz, iszok rád. Teszek rád. Leghatalmasabb népek között említi a szkítákat, a trákokat és a perzsákat. És megjegyzi, hogy gyönge még a görög nép, és ezen népek mindig rátörtek, és uh, ugye a trákok Neptun fiával, EU mol pallal, két éve EU mol pallal, míg az kéták az amazonokkal, akik Mars leányai támadtak rájuk. Látóforrása, Krisztus előtt 5. század. Hát ő megjegyzi, hogy alkoholista népekkel van dolgunk a perzsákkal, a kártágóiakkal, a keltákkal, az ibérekkel, a trákokkal és a Skítákkal kapcsolatban. Tehát, hogy a bort ö, ők nem vizezik, hanem tisztán isszák, és ugye a Bahusz féle lerészegedési állapotig. Dino a következő forrás, ő már a 4. század Krisztus előtt. A mágusok és szkíták mirhafával jósolnak, és veszőkkel is jósolnak. Tehát itt a vallás kultuszról kapunk némi nemű információt. Efor, negyedik század. A keleti szél helyét az indók lakják. A déli szél helyét az etiópok lakják. A nyugati szél helyét a kelták lakják. Az északit pedig az kíták. Tehát itt a sztyeppe és az attól északra elterülő erdei ott a e, élettér van említve a szkíták kapcsán, és ez megmagyarázná azt, hogy a szkíta magyarok hogyan váltak nyelvileg hasonló vált tőlük északra lakó finnugor jellegű népekkel. És akár még keveredtek is. Hát nyilván itt a vasér, illetve a fáér kellett, és a mi miatt északabbra területeket foglalni a szkítáknak, úgy ott az Urál-Baraba erdősségnél. Arisztotelész megjegyzi. Krisztus előtt 4. század. Gélónok színváltó állattal rendelkeznek, melynek neve Tarandusz Ez az állat Jávorszalvas vagy Irámszalvas lehet a szőrét, te nem a bőrét, mint a kamilleon, ezt le is írja hanem a szőrét, szőrének a színét váltogatja. De Réjós elleni háború kapcsán vannak megint csak említve. De azt hagyjuk, jó. Aztán Arisztotelészt folytatva. Vipera mérgét kenték a kíták a nyílhegyre, de ezt mindenféle trágyával, meg egyéb még vegyítették. De az a lényeg, hogy mérgezett nyilakat használtak. Aztán első törvénye a népek közül a szkétáknak volt, viszont a bujaság, a gazdagság megvakította őket, és visszazüllöttek a törvénytelenség állapotába. Szkítanők, tráknőket pedig tetováltak ilyeneket ilyen lejegyeztek. Aztán Agátó forrása, aki a Krisztus előtt 301-ben született, az első betű közepén köldökkel ellátott kör volt. Azután két összekötött egyenes vonal. A harmadik pedig hasonló volt a szkítaihoz. De most itt lehet a rovásírásra szociálni. De valakik szerint a görög ABC-t próbálta meg leírni, ki tudja. Aztán meg a jegyzi fel, aki 300-247 között India határán a szákok emőd hegye alatt, vagy emód hegye fölött laktak, idantrisz-szkíták, szkítiából indulva leigázták Ázsiát és Egyiptomot. Idantrisz-szkíták. Nymphodor 300 247, ő Megasztenes szkortársa. Tibarénok, a népe. Tibarénok. Aztán Ródoszi Apollonius, jegyzi fel, 230 körül Krisztus előtt. Nem láttak még tengeri hajókat ezelőtt. Sem a trákokkal vegyült szkíták, sem a szigunnák vagy sziginnek. Szkítiát 50 nép lakja. Na most azért érdekes ez a forrás, azért jegyeztem föl, mert vannak olyan elméletek, hogy a szigunnák, aki maga a szó ugye görögül kereskedőt jelent, ezek lókereskedők voltak, még eredetűek, hogy ezek a szikamberekkel lehetnének azonosak, vagy ilyen összevegyült populáció, de itt van egy forrás, ami ennek ellent mond, az a Róduszi Apollonius előbb felolvasta, hogy nem láttak még hajót. Tehát ha van hajós nép, az a, trá, a trójai. Úgyhogy itt a Sziginnek, Szigunnák valószínűleg, hogyha Rodoszi Apolloniusnak igaza van, akkor nem trójaiak, trójai szikamberek, vagy Apollonius téved, és láttak hajót ez a kettő de mint érdekesség és mint ellentmondás feljegyeztem. Aztán Polyhistor Alex feljegyzi, nyilván hosszabb a neve, Krisztus előtt 82-től 60-ig, a biok szkíta nép, Abián folyó után kapták nevüket. Hágion szkíta hegy, hol a ész kulápot tisztelik. A ész kulápot. Skimnus 80 körül Krisztus előtt. Eforus mondá az Isten mellékén az elsők a karpidák. Azután, ugye erről a Kárpátok hegye kapta a nevét. Azután az arolérak, azaz szántók. Továbbá a neurok, azon földig, mely a jég miatt puszta. Tehát megint csak itt a tundrai vidékig tart a neurok határa. A boristenésztől, vagy boristentől keletre, ugye ez egy folyó, a hiblát lakó szkíták. Határosak velük a georgok, talán a grúzokra gondol itt, zárójelők is földművelők, pusztaság jön, majd emberevők megint pusztaság, átkelve a Ponti kapén. Van a limnáok, tavas tólakó népek népe. Hát ugye a Finnország a tavak ország, ki tudja, melyik tólakó népre gondolik. Majd nomádok, akiket felsorol. Egyikük a szákok, aztán szauromaták, gélónok, agatírszok, szarmaták, külön szarmaták, szauromaták, Méóták, akik ijazamaták. Itt a jász szó van elrejtve, ijazamaták. Aztán a következőkben majd strabóval folytatjuk, és így tovább, mert van még egy-két nagyon érdekes forrás. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a második rész.